Előző videónk a hambasréti héjának a költési időszakban jellemző viselkedését mutatta be. Negyedik videónk azokról az önkéntesekről szól, akik a hivatásos természetvédelmi szakemberekkel együttműködve segítik a hambasréti héják felderítését. Mivel a hambasréti héja a földön fészkel, a mezőgazdasági művelésbe vont költőhelyeken védelmi beavatkozás nélkül a fészekaljak pusztulása szinte biztosra vehető. A védelem fő célja a fiókák kirepülésének biztosítása, amihez az első lépés a költőhely beazonosítása. Ehhez azonban megfigyelőkre is szükség van. A Nemzeti Park Igazgatósági Őrszolgálatok személyi állományának létszáma sokszor nem éri el azt a szintet, amelyet a természeti értékek védelme megkívánna. Így mindig jól jön nekik a segítség, főként abban az esetben, ha úgy sejtjük, hogy hambasréti héja költ egy veszélyeztetett élőhelyen. A fészkek pontos helyének megállapítása időigényes feladat, ebbe a munkába az önkéntesek akár egyénileg, akár kisebb csoportokban is bekapcsolódhatnak. Fontos, hogy az ideális megfigyelő helyek kiválasztásakor lehetőleg kimagasló pontokat keressünk. A cél az, hogy megbizonyosodjunk róla, vannak-e hambasréti héják a célterületen, és ha igen, akkor viselkedésük utalhat-e költésre. A teleszkópok és a teleobjektívvel felszerelt digitális fényképezőgépek nagy mértékben növelik a megfigyelés eredményességét, ezekkel akár meggyűrözött egyedeket is beazonosíthatunk. A látottak rögzítésére nyomtatott űrlapokat vagy telefonos applikációkat használunk. Szerencsés esetben a terepen rábukkanunk egy sikeresen zsákmányoló madárra. Ezután kerékpárral vagy autóval akár több kilométeren át követjük, hogy megállapítsuk a territóriumának pontos helyét, ahova zsákmányával repül. Ha később a feltételezett fészek közelében a tojó vagy hím izgatottan viselkedik, a megfigyelést távolabbról folytatjuk. A hambasréti héják vadászat közben nem zavartatják magukat az embertől, költőhelyükön azonban néha érzékenyen reagálhatnak a jelenlétünkre. Ha a fészek pontos helyét távolról sikerült feltérképeznünk, értesítjük a természetvédelmi őrszolgálatot. A megfigyelések során néha órákig kell várni a hambasréti héják felbukkanására. Ilyenkor számos más védett növény és állatfajt láthatunk. Az ilyen észleléseket mindig célszerű feljegyeznünk. Az adatoknak a természetvédelmi kezelőkhöz való eljuttatásával hozzájárulunk a természeti értékeink védelméhez. Amennyiben szükséges, a fészkelőhelyek védelme a megfelelő természetvédelmi beavatkozással valósul meg. Az intézkedések típusáról a következő, egyben sorozatunkat lezáró videóban lesz szó.